Sziasztok! Megérkezett az Európa Könyvkiadó Zsákba Macska csomagom. Immáron 5. alkalommal rendeltem tőlük, és hát félő, hogy lesz benne majd olyan könyv, ami már megvan nekem a polcomon, ugyanis a márciusi rendelésben 3 is volt, amit már korábban beletettek ők Zsákba Macskába, úgyhogy ezúttal is megtörténhet. Kíváncsian várom, hogy a 6-os csomag, itt láthatjátok, ez a 6-os mit rejt számomra, úgyhogy most ki is fogom nyitni a csomagot. A dobozt már kinyitottam, de úgy fogom majd megmutatni a könyveket, hogy én magam sem nézek bele, hiszen ettől Zsákba Macska ez a történet, úgyhogy most szépen ki fogom őket pakolni. Az első könyv. Alekszandr Szolzsenyicintől Orosznak lenni vagy nem lenni. Soha nem hallottam erről a könyvéről. Most azt fogom megnézni első körben, hogy mikor adták ki, hiszen ez nagyon érdekes. 2013-ban jelent meg, és az van ide alcímnek írva, hogy esszék, cikkek és beszédek. Húha, ez nagyon izgalmas. És ha jól látom, akkor benne van a Nobel-díj átadáson a beszéde. Az idén épp 95 éve, 1918. december 11-én született Alekszandr Szolzsenyicin, és 40 évvel ezelőtt, 73. szeptember 5-én írta meg egyik legfontosabb politikai manifestumát, Szovjetunió vezéreihez címzett levelét. Hűha, ez nagyon izgalmas. Ugye olvastam idén tőle az Iván Denisovics egy napját, és ez nekem tetszett, úgyhogy nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez majd milyen lesz. Úgyhogy én ennek örülök, tehát egyből egynek már örülök, az biztos. Jöjjön a következő. Kicsit nehezen tudom kivenni a dobozból. Ennek meg nagyon-nagyon örülök. Én ezt már meg akartam venni, és milyen jó, hogy nem tettem. Bernardin Evaristótól Lány-nő többiek, és én ezt anno még nagyon sok külföldi booktubernél láttam, ugyanis itt írja is, hogy Booker-díjra jelölték 2019-ben. És lehet, hogy egyébként a Women Prize for Fiction-re is jelölték, most abban nem vagyok biztos, de hú, ennek nagyon-nagyon örülök. Azt írja a alcím, vagyis az ajánlás írja, hogy kötelező olvasmány a kortárs Nagy-Britanniáról és a nőiségről. Stílus a szenvedélyes, borotva éles, tele van energiával és humorral. Na ennek tényleg nagyon-nagyon örülök. Ezt jövő év elején már sorra is fogom keríteni, nagyon valószínű. Következő. Wow! Bob Dylan Krónikák. 2016-ban kapott ő Nobel-díjat, itt jelzi ez a címke is. Na, nagyon ez a könyv mikor jelent meg? 2017-ben Révbíró Tamás fordította. És akkor egy pár sorról, hogy Bob Dylan az önéletrajzában hol szellemesen, hol költői a mesél pályafutáson a kezdeteiről, milyen volt, amikor a 60-as évek elején megérkezett New Yorkba, amely a lehetőségek városa volt akkor. Hajnalig tartó bulik, a világirodalomra való rácsodálkozás, a múló szerelmek és az életre szóló barátságok születésének színhelye. Ez nem egy egyszerű önéletrajzi írás, hanem egy író remeklése. Wow. Bob Dylan ugye nem csak egy korszakikonja, hanem ismeretterjesztő, túlélő és az ellenkultúra spirális mozgásának valóságos lakmuszpapírja egy szemében. Hú, micsoda! Micsoda jellemzés! Hát kíváncsian várom, hogy majd, ha egyszer sorra kerül, akkor milyen lesz. Eddig nagyon jó. Jó ez a csomag. Következő. Olivier Merle, a színe és fonákja. Na, ő Robert Merle-nek a fia, ha minden igaz, és
A francia história újrakezdve. Na, most, hogy látom ezt a könyvet, most az jutott eszembe, hogy a francia históriát ezt mindenképp be kell majd szereznem Robert Mártól. Egyébként éppen pont tőle olvasom ugye a Két nap az élet című könyvét. Hú, na, ez is nagyon jó. 2016-ban jelent meg Nagy Nóra fordításában. És mit írnak róla? Francia história történelmi regénysorozat első kötetéből az olvasó már végigkövethette Pierre de Siorec életének harmadik, majd később negyedik Henrik uralkodására eső viszontagságos kalandjait. Igen, és akkor itt mit ír? Olivier Merle, a Goncourt-díjas Robert Merle író fia, a Clermonti Egyetem fizika professzora, több ifjúsági regény szerzője. A Színe és fonákja című művében feleleveníti Robert Merle nagy sikerű művének a francia históriának emlékezete szereplőit, számtalan helyszínét, hugenották viharos, vérzivataros korszakát. Én mindenképp a francia históriákat egyébként szeretném majd egyszer elolvasni, az nem is tudom hány kötetes, talán 13, ha jól tudom. Szóval ez talán úgy lenne érdemes, hogyha már azt elolvastam, de mindenképpen örülök, hogy ez a könyv itt van a polcomon. Jöjjön az ötödik! Egyre nehezebb kihaláztom. Mark Haddon, a delfin. Úristen, ennek is nagyon-nagyon örülök. Azt kell, hogy mondjam, hogy ennyi könyv után eddig ez a csomag tetszik nekem a legjobban az összes közül. Egyébként az előző négyet azt visszanézhetitek a csatornán, bár az elsők azok nem túl jól sikerültek. Na de, hogy ez miről szól? A kutya különös esete az éjszakában világhírű szerzőjétől. Igen, azt a könyvét is ismerem, és azt is jó lenne majd beszerezni. Angelica, az újszülött kisbaba, az egyetlen túlélője egy tragikus repülőgép balesetnek. Mesésen gazdag apja a széltől is óvja, a világtól teljesen elzárva neveli fel a lányt, aki semmit nem tud róla keringő pletykákról. Ám egy nap Darius, az ifjú műkereskedő, mégis eljut a fényűző villába, és többet megért a lány és az apja közötti kapcsolatból, mint amennyit szabadna. Az életért menekülve a delfin nevű hajón szökik üldözője elől, aki meg akarja ölni őt. Wow, ez izgalmas kis kaland. Na, mit lehet tudni Mark Haddonról? Angliai Oxfordban élő Mark Haddon számos gyerekkönyv szerzője mellett költő, forgatókönyvíró és illusztrátor. A kutya különös esete az éjszakában 2003-ban, magyarul 2004-ben látott napvilágot, és igazi világsiker lett, összesen 35 országban jelent meg, több mint 3 millió példányban kelt el. Brit szépirodalmi szerző, és izgalmas kalandtörténetet ír. Hát ez nekem való sztori lesz, azt hiszem. És ez a borító is csodálatos. Nézzük a következőt. Ú, ez egy nagyon vastag könyv lesz. Wow. Borges. És azért álltam meg egy pillanatra, mert hát Borges bekerült a 2 évvel ezelőtti toplistám, amit szintén vissza tudtok nézni. Én, nekem ő különös helyet foglal el a szívemben. És ez válogatott művek. Hát ő nagyon sok novellát írt, de valami nagyon különleges novellákat, és nem mindenkinek javasolt őket olvasni. Engem beszippantott, egy argentin író egyébként. Borges utánozhatatlan író, és mégis kevesen voltak az övéhez mérthető hatással a 20. század irodalmára. Őt olvasva az ember mindig új és meghökkentő nézőpontból szembesül a létezés olyan nagy kérdéseivel, mint a valóság miben léte és álomszerűsége, a végtelenség, az időfolyam és a szépséges világegyetem megragadásának örök álma, a véletlen szerepe, a megismerés és egyáltalán a gondolkodás célja és működése. Ó, de örülök ennek! Az első magyar költőhöz válogatott művek, ugye ez a címe ennek a könyvnek. Csodálatos borítója van. És 2015-ös a megjelenése. 100 könyv.
De jó, vannak benne versek is, és vannak benne prózák is. Különböző címszavak vannak egyébként benne, ahogy nézem. Na most így az első az Borges, de van például Szülőföld, és akkor gondolom a Szülőföldről írt verset is, és írt egy rövid kis prózát is. Ó, ez nagyon jó. Shakespeare. Wow. Az álmokról például. Vagy, még mondok egyet. Rózsák. Nagyon-nagyon örülök. Már megérte. Következő. Ez lesz a hetedik talán. Volt valaha családod? Hát, Bill Clegg. Na most ez vagy megvan már nekem, de szerintem nincs. Csak nagyon sokszor nézegettem az Európa Könyvkiadó honlapján. Igen, ez biztos nincs meg nekem. Bámulatosan felépített bemutatkozó regény egy iszonyatos veszteség utóhatásairól. 2015-ös Man Booker díj bírái mondták ezt róla. Az azt jelenti, hogy jelölve volt, akkor a Man Booker-re biztos, de New York Times bestseller. Azt írja itt, hogy miről szól. Lánya esküvőjét megelőző éjszakán June Reed élete kártyavárként omlik össze, amikor egy borzalmas balesetben elveszíti lányát, leendő vejét, a volt férjét és jelenlegi szerelmét. Egy pillanat alatt oda lesz mindenki, aki szeret. Gyászától porig sújtva, tökéletesen magára maradva és széltalanná válva beül az autójába és elindul nyugatnak. Bill Clegg fiatalkora ellenére sikert sikerre halmozott két memoárjával, a kritikusok egyöntetű lelkesedéssel fogadták gyászról és gyógyulásról, az együttérzés erejéről szóló első regényét, lebilincselő dús, szövetű történet középpontjában a család áll, amelybe beleszületünk, és amelyet mi magunk hozunk létre. Szerintem a gyász az egy nagyon fontos téma. Pszichológiai könyvben is természetesen, de így szépirodalmi műben is fontos róla olvasni, úgyhogy végül is nagyon örülök. Mondjuk ez a tragédia, ez amit leír benne, az tényleg nagyon extrém, de ettől függetlenül érdekes, hogy utána mit tud kezdeni az ember az életével, úgyhogy én ezt mindenképp jövőre el fogom olvasni. És akkor jöjjön a nyolcadik. Wow! Fabio Volo, Hely a világban. Ó, erről még nem is hallottam. Soha. 2015-ös. Barna Mária fordítása. Boris Pasternak verse kezdődik. I.S. Gyula fordításában. Itt a könyv. Na, de hogy miről szól? Mikéle a szülészet folyosóján várakozik, a megrögzött aglegény hamarosan apa lesz. Legényapa. Várakozás közben felidézi, mi minden jutott neki mozgalmas kamasz és ifjúkorában, sok buli, sok pia, sok drog, sok szex és egy nagy barátság. Valami mégis hiányzott, és erre épp a barátja Federico döbbentette rá, aki már nagyobb tétben akart az élettel játszani. Nagyobb tét, nagyobb kockázat, nagyobb nyereség vagy veszteség. Federico belevágott, talált is magának egy helyet a világban, otthon lehet benne, és azzal Mikéle sorsa is megpecsételődött, most pedig órákon belül megszületik a gyereke. Egy új élet, vagyis kettő. Fabio Volóról azt kell tudni, itt azt írja, hogy egy közkedvelt olasz színész, sztárriporter, író és újságíró. Magyarul eddig két regénye jelent meg, Ráadásnap, amelyben a szerző főszereplésével film készült, és a Járok egyet. Megmondom őszintén, soha nem hallottam róla. De érdekesnek ígérkezik. Állva pisilek, és a nőket szeretem. Mit akarhatnék még az élettől? Ez van ide fölülre írva. Jó, olasz szerző, ugye? Múltkor az olasz szerzőkről készítettem egy kisebb élő videót. Azt is megnézhetitek. De őt nem fedeztem fel akkor. Na, és akkor már csak kettő van. Most egyszerre kiveszem, és az egyiket megnézzük.
Jane and Kranz nyár Holdfényparton, Holdfénypart trilógia harmadik kötetem. Na, ez az egy talán, ami számomra biztos, hogy nem ő. Tudom, hogy romantikus szerző, és mivel harmadik kötetet biztos nem fogom megvenni az első kettőt, úgyhogy ez igazából az, amire szerintem nekem úgy nem lesz szükségem. Modern románc, koronázatlan királynője, Jane Eyre Kranz, mindegyik regényes, bővelkedik a romantikában, cselszövésben és váratlan fordulatokban, a Holdfénypart trilógia lazán összefüggő kötetei az egymással hatban álló Hart és Madison család tagjainak történetét meséli el. És azt látom, hogy az utolsó az viszont megvan már a polcomon, de nagyon szívesen odaadom bárkinek ingyen, aki szeretné. Antonio Skármeta Szivárványváros, egy diktatúra megdöntésének lélekemelő története. Igen, Chilében történik a, vagy zajlik, 1988-ban pontosan ez történt, megbuktatták Pinocheket, hogy mi kellett hozzá, egy öregedő elbik a zakodott diktátor, ország legjobb reklámszakembere, egy dal, amely egész országgal elhitett, hogy Chile újra derűs és boldog ország lett, és máskor egymással versengő 16 ellenzéki párt szivárványos koalíciójának egységes fellépése a diktátorral szemben. Ez egyébként egy érdekes kis történelmi regény, egyébként nem vastag, úgyhogy ezt is majd mindenképpen szeretném elolvasni. Antonio Skármentától van-e valami írva, de úgy látom, hogy nincs így a szerzőről külön írva. Vagy de, itt van. Egy kamasz fiú nézőpontjából meséli egyébként a történetet. Ő egyébként az író, a mai chilei irodalom legnépszerűbb szerzője, regénye elnyerte a Planeta Casa de America díjat, és belőle készült No című filmet, Oscar-díjra jelölték. Ráadásul abban Gabi, az a Bernard gyerek van, ha jól tudom. Hogy hívják? Gabriel Garcia Bernard talán. Jól tudom, ő a főszereplő a No című filmnek. Mindenképp majd ezt is valamikor sorra fogom keríteni, de ezt a példányomat tényleg nagyon szívesen odaadom bárkinek, aki szeretné. És üres a doboz. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon-nagyon örülök ennek a csomagnak. Egy duplikáció volt most benne, de őszintén szólva nagyon-nagyon megérte, mert Borgeshez hozzájutottam, ehhez a könyvhöz, amit mindenképp megvettem volna jövőre. Úgyhogy hát ez most egy nagyon-nagyon-nagyon jó. Remélem, hogy a többieknek is, akik rendelték esetleg a többi csomagot, ugye még volt három csomag ezen kívül, hogy ők is ilyen elégedettek lesznek. Hát felemelni nem fogom tudni, de itt vannak. Így. Ez az a 10 könyv, úgyhogy hát köszönöm szépen, Európa Könyvkiadó, mert ez most tényleg nekem nagyon-nagyon tetszett. Tartsatok velem legközelebb is, hétvégén jövök majd, folytatom a toplistát, és lesz más videó is. Addig pedig legyetek jók, és ja, és írjátok meg nekem, ha ezekből ti már olvastatok valamit, mert nagyon érdekel, hogy ha igen, és hogy mi a véleményetek a könyvekről, meg erről, unblock erről a csomagról, és azt is, ha ti rendeltetek, mert nyilván arra is kíváncsi vagyok. Legyetek jók, olvassatok sokat, sziasztok!